Szörnyű nehezemre esik kimondani aggodalmamat, hisz te olyan közeli rokona vagy, milord. De engedelmeddel szólván, nem furcsálható-e, hogy a bolondság őfensége szokását és modorát is annyira megváltoztatja? Nem mintha beszédes magatartása most nem volna fejedelmi. Végis bizonyos jelentéktelen apróságokban a régitől elütőnek mutatkozik. Nem furcsa-e, hogy a bolondság ki tudta törölni emlékezetéből atya arconásait, a szokásokat és illedelmet, melyek kijárnak személye körül? S hogy meghagyva a latint, lefosztál róla a görög és a francia tudást. Sértődés ne essék, milord, sőt, válts meg nehéz kétségeimtől, és fogadd érte hálás köszönetemet. Még mindig fülemben csengenek szavai, hogy ő nem királyfi, és ilyen formá... Szólj se többet. Amit mond, az felségsértés. Megfeledkeztél volna a király parancsáról? Vigyázz! Bűntársad lennék, ha tovább is hallgatnálak. Saint John elsápadt és sürgősen megtoldotta. Tévedésbe estem, belátom. De ne árulj el, nézd el nekem kegyes nagy lelkűségeddel, és én soha-soha többé nem gondolkozom, és nem beszélek erről a dologról. Ne bánj velem szívtelenül, milord, mert a fejembe kerül. Így már rendben van, milord. Ha a sértő szavakat sem előttem, sem mások előtt meg nem ismételett többet, úgy veszem, mintha nem is hallottam volna. Verd ki a fejedből ezt a balhiedelmet. Ő a hugom fia, vagy te nem ismerem már pólyás korától a hangját, arcát, testalkatát? A rajta észlelt meghökkentő tünetet igenis okozhatja az őrület. Nem emlékszel az öreg Morley váróra? Ki is megbolondulván elfelejtette saját Isten adta ábrázatát. Hiába viselte 60 esztendeig, azt hitte más valakié. Mi több, azt óbégatta, hogy ő Mária Magdolna fia, s a feje spanyol üvegből való. Nem is engedte, hogy hozzányúljanak, nehogy vigyázatlanul összetörje valaki. Oszlasd el kétségeidet, jó milordom. Ő az igazi királyfi. Tökéletesen ismerem. Meglásd, hamarosan ő lesz a király. Tehát saját érdekedben ezt vésd inkább eszedbe, és ezen rágódj, nem másikon. A beszélgetés hátralevő részében Saint John Lord köszörülgette a csorbát, s addig bizonygatta, hogy hitében már sziklaszilárd, s kétségek többé nem törhetnek rá, míg Lord Hertford őrzőtársát el nem bocsátotta, s le nem ült magában örködni. De hamarosan súlyos töprengésbe merült, szemmel láthatóan minél tovább töprengett, annál nagyobb lett a nyugtalansága. Aztán fel s alá méregette a szobát, s így mormogott magában. Badarság. Ő a királyfi, és nincs tovább. Állíthatja valaki széles ez országban, hogy két, nem egy apától, s nem egy anyától való gyermek lehet így csodálatos iker. De még ha ez is a helyzet, csak annál nagyobb volna a csoda, mely egyiket a másik helyére varázsolta. De nem. Ez őrület. Aztán így tépelődött tovább. Ha csak ugyan szélhámos, akkor királyfinak mondaná magát, és az volna a természetes és észszerű. De érte valaha is olyan szélhámos, akit a király, az udvar, s mindenki hercegnek szólít, ám ő maga tiltakozik-e rang és mindenféle gondoskodásunk ellen. Nem. Szent Swithin lelkére nem. Ez az igazi királyfi. Csak hát megbolondult.